pedagógusokat köszöntöttek, fejlődő tiszadás, folytatódott a kommediátor per, sikeres versenyen van túl a karcagi diák. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 15-én 18 óra 5 perckor. A karcagi római katolikus templomban Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos által celebrált ünnepi szentmise keretében emlékezett meg a város pedagógusairól. Az egyházközség vezetői és a Györfi István katolikus általános iskola vezetősége hívta és várta erre az alkalomra az aktív és nyugdíjas pedagógusokat. Egy pap kollega mesélt annak idején arról, hogy a pedagógusokat hogyan szólította meg, és ez nagyon tetszett ez az ötlet, hogy valóban a működő pedagógusokért egy szentmisét ajánlott föl, ahol tehát hasonló módon, mint itt is egy kis vendéglátással fejeződik be, és úgy nagyon tetszett ez a gondolat, mert hogy a pedagógusoknak a megbecsülése azt szerintem nagyon fontos. Pontosan az együtt, hogy bizonyos szempontból úgy leértékelődik, vagy olyan mellékesnek, vagy jelentéktelennek minősítenék a munkájukat. Miközben azt mondom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, mert hogy ami az ember lelkében már kisgyerekként elindul, az megmarad bennünk egészen addig, amíg élünk. És hogy milyen lenyomatok lesznek egy-egy gyermekben jelen, meg a későbbiekben hogyan megyen tovább, ez attól függ, hogy milyen tanárok és pedagógusok tanítják őt. És tehát nagyon fontosnak gondolom azt, hogy megbecsüljük azokat a kollégákat, akik még a pályán maradtak. Mert hogy ugye ez egy ilyen nagy költői kérdés, hogy miért vannak még pedagógusok a pályán. És akkor eljutunk oda, hogy hát nem biztos, hogy csak a pénzért, mert akik csak a pénzt látják benne, azok már lehet, hogy elhagyták ezt a pályát, vagy más módon keresik a boldogulásukat. Tehát azt gondolom, hogy van valami olyan titok, valami olyan többlet egy pedagógusban, amit igenis önzetlenül és szeretettel szeretne továbbadni a jövő nemzedékének. Tehát még egyszer többször mondtam már itt ebben a kis riportban is, hogy fontos, hogy a pedagógusainkra felnézzük, és megadjuk nekik azt a tiszteletet és azt a méltóságot, ami a munkájukban rejtőzik. És hát ezt én jó gondolatnak tartottam is, hogy azóta is folytatjuk. Azzal együtt, hogy az elhunytakról is, hiszen ők is valamikor itt ebben a közösségben dolgoztak, jelen voltak, és hogy nem felejtjük őket. Pedagógus is ember, és hogy szükségünk van visszajelzése. És az, amilyen természetes módon megyen, nem erőltetve, talán még nagyobb értéket jelent, és még jobban hat ránk. És persze, hogy szükség van erre, és hogy egyfajta visszacsatolásra, mert hogy nem csak a mi neveljük a gyermekeinket, hanem a gyermekek is nevelik a pedagógust, és hogy ez visszahat, ez egy oda visszaható tevékenység. Miközben a technika fejlődik, és ki tudja, hogy mondjuk 20 év múlva, 30 év múlva mi lesz, hogy ezt mi nem tudjuk, mint amit talán, hogyha visszafelé nézünk, talán lehet, hogy mondjuk 30 évvel el se képzelte egy pedagógus, hogy majd milyen oktatás lesz, vagy milyen eszközök állnak majd rendelkezésére. Aközben azt gondolom, hogy az ember ember. Tehát, hogy az embernek érzései vannak, az érzések azok meghatároznak bennünket, azokat nem lehet félretenni, és ugye az érzés az nem az agyról szól, hanem az inkább a szívről. És persze itt az újkori tudomány pontosan erre irányítja a figyelmet, hogy ha beszélünk nagyon gyakran, meg több helyről halljuk az érzelmi intelligencia, az összefüggésben van az értelmi képességünkkel. Tehát ez a kettő nem egymással szemben áll, hanem ez a kettő egymást nagyon is kiegészíti. Tehát akkor, amikor nevelésről beszélünk, az inkább a
belső dolgokról szól, tehát nem a tudás, nem feltétlenül a tudás átadásáról, hanem a személyiségünkről. És ugye itt van a pedagógus használja legjobban a személyiségét. Tehát, hogy személyek vagyunk. Na ez az, amíg ember az ember, addig mindig meg lesz. Az elhunyt tanárokról, igazgatókról, óvodapedagógusokról név szerint is megemlékezett Gulyás Zsolt. Az ünnepi Szent Mise után a plébánia kertjében látta vendégül az egyházközség a pedagógusokat, ahol Sipos Antal fuvola játéka után Horváth Rémusz Miklós hitoktató, a karcagi római katolikus egyházközség világi elnöke köszönte meg a pedagógusoknak a város óvodás és iskolás gyermekeit nevelő oktató-tanítók munkáját. Akár életre szóló példaként, mintaként szolgálnak a legnagyobb tanár egyéniségek, akiknek hatása végigkíséri a felnövekvő fiatalokat életpályájukon. És itt nem csak az átadott tudásra gondolok, sőt, elsősorban nem arra, hanem az egyéniségre, az emberre, aki amellett, hogy tanít, nevel is. És nem feltétlenül szavakkal, hanem tettekkel, személyes példával. Éppen ezért tisztelt pedagógusok, a gyermeknevelés művészet. Ugyanúgy, mint egy kőből kibontani a benne lévő szobrot, vagy hegedűből előcsalni a muzsikát, igazi hivatás a jövőbe vetett hit egyik legnemesebb formája. Az évek során sokat változtak az elvárások, a szokások, a módszerek a pedagógiában. Egy valami azonban a szüntelen változásban állandó maradt. A tanító, a tanárember, a pedagógus személye. Éppen ezért nem véletlenül, hogy sohasem az oktatás rendszerét, hanem tanárainkat, a tanító embert őrizzük emlékezetünkben. És talán ez az, ami miatt a nevelők mindig fiatalok maradnak. Azt mondják, nincs még egy munka, ahol ennyi kudarc, ennyi a hiába való erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy olyan munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva láthatjuk. A parasztember, avagy modern megközelítésből a mezőgazdaságban beruházott tulajdonos a mag elvetése után néhány hónappal aratja le a gabonát. A pedagógus is magvető. Gyakran csak később érik be munkája gyümölcse. Ez Kalkutai Szent Teréz így fogalmazta meg. Ha segítjük gyermekeinket annak lenniük, akinek ma lenniük kell, akkor, amikor a holnap elérkezik, amikor a holnap ma lesz, elegendő bátorságuk lesz, hogy több szeretettel megbírkozzanak vele. Tisztelt pedagógus társaim! Felemelő, szép hivatása miénk. Emberré nevelni, tudásunk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségeikkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján. Kísérve szeretetünkkel, nemes feladat. Fotósné Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadás polgármesterét a jövőbeli tervekről, a haladás irányáról, a fejlesztések, beruházások menetéről, valamint a nyár folyamán megvalósítandó eseményekről, rendezvényekről kérdeztük. Üdvözlöm Fotósné Ceglédi Zsuzsát, Tiszadás polgármesterét. Milyen jelenleg is zajló beruházások vannak a településen, és melyek a jövőbeli elképzelések? Üdvözlöm a televízió nézőit, jó napot kívánok! Önkormányzatunk folyamatosan arra törekszik, hogy a itt élő lakosság, az ide látogató turisták megelégedve jöjjenek és éljenek itt, tehát hogy javítsuk a lakosság életminőségét, és mindig fontos feladatunk a pályázatok figyelése. Elmondhatom, hogy a következő előttünk lévő következő időszakban is, és az elmúlt időszakban is nagyon sok nyertes pályázatunk van, és a
a következő időszakban is arra törekszünk, hogy minél több lehetőséget tudjunk kihasználni. A jelenleg futó beruházásaink, pályázataink nagy részét a Magyar Falu programnak köszönhetjük. Ilyen pályázatokból tudjuk majd megvalósítani, tudunk majd járdát felújítani, a Kossuth utca, Arany János utca járdaszakaszát fel tudjuk újítani. Tudunk majd utat zúzott kővel, útalappal ellátni. Vásároltunk egy elhagyott ingatlan pályázat címén tudtunk vásárolni egy régi típusú tornácos házat, amiben azt szeretnénk, hogy faluházat, helytörténeti kiállítást, egy kis falu múzeumot szeretnénk majd kialakítani. Tudtunk pályázni, és sikeresen nyertünk is közterületi eszközfejlesztésre, így a gépparkunkat bővítettük kis fűnyíró traktorral, fűnyírókkal, ágvágóval, tehát olyan eszközöket tudtunk vásárolni, ami a mindennapi munkánkat fogja majd segíteni. Szintén pályázaton fogjuk majd a polgármesteri hivatal belső felújítását elvégezni, ott ugye a belső felületeknek a festése, új járólapok kerülnek elhelyezésre, úgyhogy ott is egy megújult, modern környezetbe tudjuk majd a lakosokat kiszolgálni, a lakosság ügyfeleket, ügyeit intézni. Másik nagy beruházásunk a óvoda felújítása mellett a ravatalozó épületének a felújítása, hiszen az is egy nagyon régi épület, tetőszerkezete régi pala, ami ugye már eltöredezett, beázik az épület, ebből kifolyólag nagyon sok probléma van, belső beázások, falleválás, és akkor teljes felújítást, külső-belső felújítást fog kapni a ravatalozónak az épülete. Szintén Magyar Falus pályázata a könyvtárnak a belső felújítása, festés, nyillázárók festése, falburkolat festése, úgyhogy én nagyon örülök neki, nagyon örülök annak, hogy hozzám hasonló kis települések vezetőivel együtt, hogy tényleg ez a 100%-os támogatottságú Magyar Falus program nagyon sok fejlődést hoz a településekre. 4,5 éve 760 károsult várja, hogy ítélet szülessen a Kummediátor ügyben, amit a koronavírus járvány nagyon lelassított. Az úgynevezett Kunmediátor ügyben a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, két rendbeli sikkasztás és számvitelrendje megsértésének büntette miatt emelt vádat. D. Sándor név vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a Kunmediátor Kft. Önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve, a cég 15 éves működés alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. Az ítélkezési szünet előtt újabb 6 napon át folytatódik a Kunmediátor ügy tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki törvényszéken 2021. június 1-én, 8-án, 15-én, 22-én, 29-én és július 6. napján további sértettek tanúkénti kihallgatásával, iratismertetéssel, illetve szakértő meghallgatásával folytatódik az úgynevezett Kunmediátor ügy tárgyalása. A bíróság, ahogyan eddig is, valamennyi napra egésznapos tárgyalást tűzött ki. A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség 2017. június 7-én 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, kettő rendbeli sikkasztás és számvitelrendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a budapesti székhelyű Kunmediátor Kft. Önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. Az ügyészség az 1700 oldalas vádiratban 234 tanú kihallgatására és további csaknem 500 tanú nyomozás során tett vallomásának felolvasására tett indítványt, a nyomozatiratok terjedelme meghaladja a 60 000 oldalt.
Az ügyben az eddig megtartott 72 tárgyalási napra összesen 246 tanút idézett a bíróság, közülük azonban csak 158-an jelentek meg a bíróságon, 88-an, azaz a harmaduk szabályszerű idézés ellenére távol maradt. A megjelent tanúkat a bíróság kihallgatta, ami a büntetőügy jellegéből fakadóan, tanúként átlagosan 1-1,5 órát, idáig összesen több mint 250 órát vett igénybe, a meg nem jelenteket pedig újabb tárgyalásra kellett visszaidéznie. A bíróság emellett idáig 281 tanú nyomozás során tett vallomását ismertette. Az ügy vádlottját a szolnoki törvényszék 2012. december 10-én az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig bűnügyi felügyelet alá helyezte, és a mozgását nyomon követő technikai eszköz viselésére kötelezte. A lengyel-magyar versenyen sikeresen szerepeltek Gyökeresné Kálai Mária, a karcagi Nagykun Református általános iskola tanárának diákjai. Három fős csapatok jelentkeztek a nemzetközi versenyre, amely összetett feladatokból állt. A refiből három csapat indult a háromfordulós versenyen, az iskolai forduló után két csapat mehetett tovább a következő fordulóra. A három csapat: 7. A osztály, Bodnár Tímea, Kovács Tímea és Kovács Anna, 7. B osztály, Szabó Stefánia, Deák Virág, hozzájuk csatlakozott Péntek Anna 6. B, és a 6. B osztályos csapattagjai Kovács Péter, Sarkadi Nóra és Németh Kamilla voltak. Hát nagyon tetszett, és lényegében együtt csináltuk az egészet. Együtt oldottuk meg a feladatokat, és a logót is együtt terveztük. Itt hallottuk azért, hogy volt egyéni teszt is, tehát azért a saját tudásodat is meg kellett méretni. Igen, az is volt, és hát a csapatból ott én értem el a legtöbb pontot. És a logótervezésben milyen ötleteket adtál a többieknek, meg egyáltalán hogy nézett ki a logótok? Hát, hogy középre raktunk egy ilyen kézfogás jelet, hogy barátságban van a két nemzeti park, és hogy mind a két nemzeti parkból ilyen dolgokat beraktunk, ilyen virágok, állatok, ilyenek. És egyébként te természetkedvelő vagy, tehát jártok szülőkkel? Igen, szoktunk menni kirándulni a hegyekbe, meg úgy, csak úgy el szoktunk menni sétálni is a természetbe. Van kedvenc növényed, kedvenc állatod? Igen, a kedvenc növényem a tulipán a virágok közül, és a kedvenc állatom a hiúz. Otthon van esetleg valami állatod? Igen, sok libáink vannak, meg tyúkok. És van valami feladatod ezek ellátásában? Igen, néha, amikor nincsenek otthon a szüleim, akkor én szoktam őket megetetni. Mit kaptál ettől a versenytől? Hát sok élménnyel gazdagodtam, és... És tudással, gondolom. Jó volt a csapat, amiben benne voltál? Igen, nagyon jó volt. A feladatok között volt egy magyar és egy lengyel nemzeti park értékeinek megismerése. A lengyel feladatot angolból magyarra kellett először fordítani, ebben Halmai Györgyné tanárnő segített a gyerekeknek. Az első forduló önálló volt minden csapattagnak, a másodikban a lengyel-magyar barátságra és a nemzeti parkra kellett logót tervezniük, és kisfilmet is készítettek. Az utolsó feladatként a HNP-be kellett kirándulást tervezni, most a jelen helyzetben ezt nem lehetett megvalósítani. A refis csapatok első csapata első, a másik negyedik lett. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!